Nem szégyellem. Bemerem vallani, romantikus vagyok. Manapság ebben a társadalomban ezt a gyengeség jelének tekintik. Aki romantikus, az nem elég kemény legény. Nincs benne kellő versenyszellem és agresszivitás. Én, hála Istennek, nem osztom ezt a felfogást. Romantikus alkat vagyok. Che bella cosa n'aiernato, che n'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa előtt szokásos nyugtatók és fájdalomcsillapítók helyett a beteg fejhallgatót kap. A zenét, amit hallgatni szeretne, előzőleg saját maga állíthatja össze. Az osztályon 20 beteg közül 19 a zenét választja gyógyszerek helyett. Spindge doktor és Dró professzor, a Lüdenscheidi klinika vezetője úttörő munkát végeztek itt az elmúlt 15 évben. Ez alatt több mint 90 ezer beteg kezeltette magát zenével. Tudományos vizsgálatok megállapították, hogy a vérnyomás és a pulzus szám mérhetően megváltozik, közelít a normális értékekhez. A stressz hormonszint csökken, a fájdalom érzékelhetően enyhül. Mi változott a zene alkalmazása révén? Döntő változás történt. Egyfelől kevesebb gyógyszert adhatunk, ami igen fontos a szív szempontjából. A nyugtatókat is csökkenthetjük, mintegy 50%-kal az anesztézia területén, a műtét előtti gyógyszerezésben, és teljesen elhagyhatjuk bizonyos területeken a gerincvelős fájdalomkezelésben, ahol rendes esetben szintén adni szoktak bizonyos nyugtatókat vagy feszültségoldókat, hogy előkészítsék a beteget a kezelésre. Mi időközben ezt is teljesen elhagyjuk. Speciális kórképek esetén, például krónikus fájdalmaknál speciális zenét is alkalmaznak. Nyugodt, szférikus, nyomatékos ritmus nélküli darabokat. Egészen különleges esetekhez pedig még hozzájuk szabott zenét is komponáltatnak. A művezetőn Bogács elvtárs, együtt szálltunk fel. Sosem iszik. Szakikám, mi van vele? Szívinfarktus. Maga honnan tudja? 5 éves orvosnál hallgató vagyok. Ebből baj is lehet? Már van. Nem tudja, mi van ott elő? Fogalmam sincs, talán valami részeg. Miért engedik felszállni őket? De mi a gond? Szívinfarktus. Isten, talán már meg is halt. Olyan súlyos lenne, kedves. Azonnal be kell szállítani az intenzív osztályra. 200-as pulzus, de alig érzem. Menjünk, doktor. El tudja intézni? Igen. Szólj a sofőr. Kórházban. Ne álljon meg sehol, menjen a központi kórházba, az van a legközelebb.
Menjen gyalog, vagy ha siet, taxival. Nem viccelek, egy embernek súlyos szívrohama van, eszméletlen, azonnal be kell vinni. Ez nem mentőautó. Esze. Ennél többet nem kapsz a gyalogjárat végig az egész fordulót. Tető. Ezt nekem mondta te! Marha! Hagyd még. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Jó napot kívánok! Bizonyára észrevették, hogy műsorainkban igyekszünk az önök különlegesebb kéréseinek is eleget tenni. Mai műsorunkban is erre vállalkozunk. A most következő levél Budapestről érkezett. Tisztelt Duna Televízió! Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm önöket. Minden adásukat nagy figyelemmel nézem és hallgatom. Kéréssel fordulok önökhöz. 1993. június 12-én a TV1 adásában láttam egy amerikai filmet, címe Utánam fiúk, jó magam is cserkész voltam és vagyok most is. Tudom, hogy ezt a filmet sokan nem látták, és ezért szeretném, ha újra adásba kerülne. Nagy hatással volt rám ez a film, és tudom, hogy sok fiatalra szintén hasonló jó hatást gyakorolna. Még egy kérésem van önök felé, a Duna Televízió néha-néha szenteljen egy-egy fél órát a cserkész életnek. Zárom levelem, szíves válaszukat várom, és kívánok minden egyes dolgozójuknak jó egészséget, hogy még nagyon sokáig közvetítsenek. Tisztelettel, Gulogi Dezső. Kedves Gulogi Dezső, filmszerkesztőnk Kulics Ágnes feljegyezte az ön kérését. Utána néz majd a kért filmnek, és természetesen annak is, hogy a sugárzási feltételeket tudjuk-e teljesíteni. A cserkész élet bemutatására viszont rendszeres műsoridőt egyelőre nem áll módunkban biztosítani, de mai postabontásunkat ennek szenteljük. Leveléből kiderül, hogy Erdélyhez szoros érzelmi szálak fűzik, ezért megkerestük az erdélyi cserkészeket. A mi csapatunk dr. Kovács Sándor volt Sepsiszentgyörgyi muzeológus, biológus nevét vette fel, tekintettel arra, hogy a megye háromszék védett területeiért rengeteget tett. Hozzáfogott csapatunk három nyáron át felleltározni erdővidék védett területeit, történelmi, földrajzi nevezetességeit és temetőinek kopjafa állományát. Ezen a nyáron fejezzük be lényegében ezt a munkát, ami az adatok feldolgozása után egy nagyon szép dolgozatban fog finalizálódni. A külföldről vendégeim érkeznek, ismertetem velük is annak a neves személyiségnek a munkásságát, és nekük is megmutatom, hogy hol élt és milyen környezetben. Szükséges, hogy ismertek legyenek ezek az emberek, és nevük nem erüljön feledésbe. Amikor váltam a cserkész csapatba, nekem a barátnőm mondta, Réka, hogy létezik egy ilyen. Addig hallottam róla, de nem nagyon nem vonzódtam. És akkor váltam, és azt mondtam, hogy is megpróbálom, és nagyon tetszett, és szóval teljesen más.